Itt éppen Fodor Milán ellen vív hatalmas küzdelmet Kovács Rihárd a férfiak kölvívó országos bajnokság döntőjében. A nyíregyházi boxolónak ez volt az utolsó tétmeccse idén, és sikerrel is vette. Győzelmével pedig nem csak a magyar bajnoki címet gyűjtötte be a 64 kg-os súlycsoportban, hanem egy eredményes évet is megkoronázott vele. Ez egy nagyon hosszú év volt számomra, volt 3 világverseny, ugye az Európa bajnokságok, 2 is világbajnokság. Nagyon hosszú és fárasztó év volt, de úgy érzem, hogy sikeres évet zártunk. Én úgy érzem, hogy tudtam bizonyítani, mint nemzetközi szinten, persze Magyarországon is, hogy a 64 kg-os súlycsoportban meg tudom állni a helyemet. A nyíregyházi ökölvívó jövőre ott folytatná, ahol idén abba hagyta. 2018 is küzdelmes év lesz számára. Várom a következő évet, a 18-at, ugye lesz egy 22-es Európa-bajnokság, és ott bízom benne, hogy már ott jobb eredményt tudok elérni, mint az idén. Ugye idén csak 5. tudtam lenni, ott bízom már, hogy jobb eredményt tudni fogok elérni. Kovács Rihárd sikerei a klub és Nyíregyháza számára is büszkeség, hiszen a legjobbak között tartják már számon a 20 éves ökölvívót. 3 nagy világversenyen vett részt, több nemzetközi tornán, ahol különböző sikerekkel, de mindenhol nyertes meccsekkel tudott hazajönni, ami nagyon nagy dolog. Tehát ha azt nézzük, hogy 3 magyar ökölvívó tudta kvalifikálni magát a világbajnokságra, köztük a mi versenyzőnk, a Kovács Rihárd, ez már magáért beszél. Tehát lényegében felnőtt korosztályban a 3 spicces élenlévő ökölvívó közül az egyik ő a miénk, nyíregyházi. Nem csak Ricsi, hanem a klub több sportolója is eredményesen zárta az évet. A nőknél is felnőtt korosztályban 2 döntősünk volt, Kovács Klári aranyérmes lett, a Kitti ezüstérmes, Kovács Ricsi a 3. felnőtt, aki szintén aranyérmes lett, tehát úgy gondolom, hogy egy vidéki klubnak felnőtt korosztályban 3 döntős, 3 érem, abból 2 arany, ezüst, ez mindenképpen sikeres. Utánpótlásban is voltak serdülő fiúknál is volt bronzérmünk, illetve junior lánynál is volt bronzérem, volt több 5. hely. Nagy Lajos azt is elmondta, jövőre remélhetőleg még több fiataljuk érhet el érmes helyezést a diákolimpián és az országos bajnokságon, de a fő hangsúlyt a felnőttekre helyezik. Elsősorban Kovács Rihárddal szeretnének a romániai Európa bajnokságon javítani az idei 5. helyezésen. A cél az éremszerzés lenne.